el őket. Oké? Tehát a jövőben, aki ugye nem változtat, hanem úgy akar élni, és úgy akar elsősorban, na most az életünk olyan, ahogy gondolkodunk. Inkább azt mondanám, hogyha valaki úgy akar élni, ha úgy akar gondolkodni, mint ahogy gondolkodott, akkor rosszabbul fog élni, mint ahogy élt. Oké? Tehát a mai világban, ha valaki azt gondolja, hogy az a fajta tudatosodás, ami a múltban volt, az elég. Na most a múltban milyen tudatosodása volt a legtöbb embernek? Semmilyen. Semmilyen. Tehát magyarul, ha valaki azt gondolja, hogy a semmilyen tudatosodás az elég a mai világban, akkor óriási tévedésben van. Na most az, hogy a lakosság mondjuk 1%-a figyelt a saját tudatosodására, az édes kevés. Tehát az édes kevés. Tehát, hogy 100 emberből egy figyelt a saját tudatosodására, az nagyon kevés. Tehát az, azt lehet mondani, hogy semmi. Világos? Tehát a 99% gyakorlatilag a saját tudatosodásával semmit nem foglalkozott. Tehát semmit. Honnan tudom? Hát az emberek tudatosodásának a fejlesztésével elkezdtem foglalkozni 91-ben. 30 éve. Ezért ezen a téren van tapasztalatom, elhihetitek. És nem kicsi. Tehát látom azt, hogy mennyien gondolkodnak olyan szintű változáson, hogy kellene fejlesztenem a saját szellemi képességeimet. Hogy képesebb legyek az élethelyzetemet megoldani, a problémáimat megelőzni, ha jön egy probléma, megoldani, célokat megvalósítani, de az ember csak ezeket csinálja, az kevés. Mert hogyha a környezetedben mondjuk te jól kezeled az élethelyzeteidet, vagy jól akarod kezelni az élethelyzeteidet, a problémáidat meg akarod oldani, vagy meg akarod előzni, céljaidat meg akarod valósítani, de a párod nem hajlandó a fejlődésre, akkor nagy nehézségekbe fogsz te is ütközni. Oké, tehát úgy is lehetne mondani, hogy akikkel együtt élsz, nem hajlandók fejlődni, csak te egyedül, akkor nagy gondjaid lesznek a fejlődés terén. Mert nem előre fogsz haladni, mert állandóan visszahúznak. Tehát úgy lehet egy embernek fejlődnie, hogy a saját környezete is vele fejlődik. Oké, milyen környezet? A közvetlen környezet természetesen. Most, hogy a szomszéd fejlődik vagy nem, az az ő dolga, érted? De az nem az ő dolga a párodnak, hanem a te dolgod is, hogy ő fejlődik vagy sem. Vagy ha gyerekeddel élsz együtt, az is részben a te dolgod, hogy ő fejlődik vagy sem. Világos ez? Mert ha ő nem fejlődik, akkor rád negatív hatással van az ő nem fejlődése, és visszafog a te fejlődésedben. Világos ez? Tehát manapság, ha megnézed, ugye ezt tapasztalom, mivel ugye emberek fejlesztésével foglalkozok 30 éve, tapasztalom azt, hogy egyszerűen hogy működnek azok, akik nem akarnak fejlődni. Elérték az embereknél azt, hogy a szellemi fejlődés az olyan terület legyen, amit nevetségessé tettek. Tehát szó szerint évtizedek során a szellemi fejlődést nevetségessé tették. Ezt elsősorban hogy tették nevetségessé? Úgy, hogy támogatott embereket, kiállítottak emberek elé, hogy tanítsák őket, nem iskolai tanításról beszélek, de olyan dolgokban, amit nem tudnak használni a mindennapokban.
vagy olyan dolgokban, amivel igazából visszaélhet, és még nem jót tesz az embereknek, hanem rosszat. Tehát gondold végig, hogy hányan tanultak az elmúlt 30 évben, mióta rendszerváltozásunk volt, ugye előtte nem nagyon voltak ilyen képzések, tanfolyamok, hányan tanultak olyan dolgokat, amely kapcsolódik a spiritualitáshoz, ami azt jelenti, hogy kapcsolódik a szellemvilághoz. Tehát valamilyen szinten. Tehát a szellemvilághoz. Na most csak mondanék egy példát, jó? Tehát valaki, amikor én jártam agykontroll tanfolyamra, az 97 volt, vagy 96, ha jól emlékszem, azt hiszem 97, és ugye akkor már több mint 100 000 ember igénybe vette az agykontroll tanfolyamat akkor. Azóta az biztos, hogy sok 100 000-en vették igénybe. De ugye, hogy valaki egy kicsit jobban belegondol, aki esetleg végzett agykontroll tanfolyamot, az tudja, hogy abban a tudásban, amivel képességet kap az ember mondjuk az agykontrollon keresztül, azzal esetenként még azt is lehet csinálni, hogy mondjuk a szellemi képességeivel azáltal, hogy megtanulta, mondjuk valakinek rosszat akarjon. Tehát nem jó, bár ott tanították, hogy ne akarjon rosszat, ugye van, ne akarjon visszaélni. Tehát hogyha van egy jó tanítás mondjuk a szellemi képességek terén, és valaki azzal vissza akar élni, akkor, ha szellemi dolgokról van szó, akkor vissza tud élni. Tehát ugye ott a szellemekről nem tanítottak, de mentális dolgokról tanítottak az agykontrollba. Na most a mentális dolgokkal te tudsz pozitív dolgokat előidézni másoknál. Igen ám, de negatívat is. Tehát ha pozitívat tudsz elérni mentálisan, pozitív dolgokat, akkor ugyanúgy tudsz mentálisan negatív dolgokat is. Sőt, negatív dolgokat könnyebb csinálni. Na most is gondold végig, hogy én csak egy dolgot mondtam, az agykontrollt, és hány olyan dolog van például a parapszichológiától kezdve mindent, amit tanítottak embereknek, ami még sokkal durvább ezen a téren, mint mondjuk az agykontroll. Tehát ott még jobban be lehet avatkozni negatívan valakinek a sorsába. Tehát a sorsába. Érted? És ha megnézitek, érdekes, nem? Hogy addig, míg nem voltak ilyen tanfolyamok, mert ugye a rendszerváltástól indultak el ezek a tanfolyamok, többek közt az agykontroll is, akkor valahogy sokkal kevesebb depressziós volt. Hoppá! Gondold végig. Ami azt jelenti, hogy elvégez valaki mondjuk egy olyan tanfolyamot, amivel mondjuk a mentális segítséget tud nyújtani az embereknek, de ő nem elég etikus, akkor mentális kárt fog okozni az embereknek. Ha valaki tanul mondjuk valami olyan dolgot, amivel beavatkozhat a szellemvilágban, tehát a szellemvilág segítséget kérheti, de ugyanúgy kérheti a szellemvilág ártását is. Világos ez? Sőt, még arra jobban kapható a szellemvilág az ártásra, mint a segítésre. Tehát ami annyit jelent, hogy sok ember azt gondolja, hogy egyszerűen nem is tudja, tehát azt gondolja, hogy ő nem tudja, hogy mitől lett rosszabb a sorsa.
Tehát nem tudja. De ha valaki körülnézett volna mondjuk az életében, hogy kik végeztek a környezetében mondjuk olyan tanfolyamokat, amiről most az imént beszéltem, és azok közül mennyi az etikus, akik végeztek, akkor lehet, hogy rájönne abból, hogyha ő kapcsolatban van avval a személlyel, akkor milyen mértékben hat rá. Tehát egy olyan világban élünk, ahol az emberek hangulata általánosan romlik. Tehát nem javul, hanem romlik. Ahol az emberek hangulata romlik, ott megnövekszik az irigység. Oké? És ha valaki irigykedik egy másik szemére, akár egy kis szinten is, az irigységével, főleg, hogyha tanult ilyen mentális vagy szellemi befolyásolást, ugye a szellemeken keresztüli befolyásolásra gondoltam, akkor onnantól kezdve gondold végig, mennyire tud visszajönni ezzel. Csak azzal, hogy irigykedik, és nem szándékosan akar előidézni a másiknak rosszat, csak az irigykedésével már másoknak rosszat okoz. Oké? Na most addig, míg az emberek ilyeneket nem tanultak, addig mondhatjuk azt, hogy szúnyadtak az ilyen képességeik. De amikor az ember tanul ilyen dolgokat, akkor előtör az emberből az ilyen típusú képesség. És azért tudni kellene, hogy a magyaroknak, tehát akiknek vannak minimum magyar őseik, és ugye a Földön nagyon sok embernek vannak magyar őseik, még akkor is, ha már nem tud magyarul, ugye akinek vannak magyar ősei, az tuti, hogy van olyan szunnyadó képessége, amivel mondjuk mentálisan tud működni, mentálisan, illetve olyan képessége, hogy a szellemvilággal tud kapcsolatot létrehozni. Na most ugye a szellemvilággal nagy baj van, mert ha valaki kapcsolatban van, mert nagyon sokféle entitással lehet az ember kapcsolatban. Tehát úgy értve az entitások, tehát nagyon sokféleségét, hogy nagyon sokféle etikai szinten lévő entitással kerülhet valaki kapcsolatba. És nem tudják megállapítani maguk a személyek, hogy most én egy kiváló etikai szinten lévő entitással lettem kapcsolatba, vagy egy, hát az etikától nagyon messze álló lényel vagyok kapcsolatban. Tehát ezt ugye nem tudják, mert ezt meg a kutya se tanította nekik. És addig, míg az emberek nem tudják, hogy nekik milyen képességeik vannak, a legtöbb ember nem is tud vele visszaélni. Csak onnantól, mikor rájön arra, hogy jé, hát én ezt is tudom, jé, hát azt is tudom, na onnantól van baj. Világos ez? Tehát mikor az ember kimondja azt, hogy én erre nem vagyok képes, akkor nem is vagy képes. De amikor kimondod azt, hogy képes vagy, onnantól kezdve képes is vagy. Világos ez? És ez bármire igaz. Tehát bármire igaz. És gondold végig, mikor az emberek járnak tömegesen mindenféle képzésekre, és az etikai szintjük nem javul, hanem romlik, akkor ne csodálkozzunk, hogy egyre több ember rosszabb és rosszabb állapotba kerül. Tehát, mert ugye a legtöbbnek nem tanították azt, hogy mit kell tenni az ilyenek ellen. Oké? Okay?